A Mi Hazánk mozgalom a magyar emberek pártjánál a jogtalan kilakoltatások folyamán is. Ezért is kérjük Önöket, hogy a videóban és a linken található elérhetőségen minél többen adják meg a információit a saját kilakoltatásukról, hogy a Mi Hazánk mozgalom minél több információt kapjon ezekre a jogtalan kilakoltatásokról, és hogyha szeretnék és szükségesnek látják, akkor a csapatunkkal mindenféleképpen ezeken a kilakoltatásokon személyesen is részt kívánunk venni. Ebben segítség munkánkat, hogy minél több embernek a jogtalan kilakoltatását akár meg is tudjuk akadályozni a helyszínre való kimenetellel. Ugye köztudott, hogy újraindultak a kilakoltatások, ezzel együtt egyébként a ingatlan végrehajtási eljárások is. Ehhez még hozzáfűznék, hogy dr. Sádör György és Patona végrehajtó által kezelt pesti kerületben 1505 új ingatlan végrehajtás került árverezésre, aminek ugye mindenki tudhatja a következményét, hogy több ezer ingatlan lesz így csak Pest megyében árverezés áldozata, és családok ezrei fognak megint a kilátástalanság elé nézni. De ugye nézzük a mai helyzetet. A Mi Hazánk mozgalom ugye elkötelezett már több mint két éve az iránt, hogy a kilakoltatásokat meglátogassa. Az elkövetkezendő időszakban még a Mi Hazánk mozgalomhoz meglehetősen csekély számú kilakoltatás érkezett be, volt, amelyik elmaradt, volt, amelyik a végrehajtó hibájából maradt el, de a jövőben, az elkövetkezendő időszakban, amikor a törvényben előírt határidők nagy része letelik, hatalmas dömping várható, melynek következtében több ezer ember, akár 10-20-30 ezer embernek is a kilakoltatását foganatosíthatják a népnyúzó végrehajtók. És fogjunk össze a jogtalan kilakoltatások ellen, és ezért is kérem ismét, hogyha van erről információjuk, vagy Önök állnak kilakoltatás előtt, akkor küldjék meg számunkra ezeket az adatokat, és mi megpróbálunk segíteni ezeken a családokon, ahogy erőnk telik az elkövetkezendő időszakban. Fogjunk össze, és állítsuk meg együtt a népnyúzó végrehajtó kizsákmányolását a magyar emberek ellen.